Sziasztok! Válás az sajnos egy létező jelenség, hiába nagy szerelem, mégis házasság után sokszor, valamikor rövid idő alatt, valamikor hosszabb idő alatt kiderül, mégsem felelnek meg egymásnak, és válnak. A heti szakaszban szó van a válásról. Ki ikach is isá ubáilea. Ha valaki feleséget vesz és hazamegy, és azután meggyűleli, akkor lehet elválni. Szóval a válás a zsidóságban az egy legitim dolog. De az nem az első megoldás, amikor probléma van a házasságban. Amikor probléma van a házasságban, mindent meg kell tenni, kibékülni, és kidolgozni, feldolgozni a problémákat, hogy ne kerüljön válásra. A Talmud azt mondja, hogy ha egy első házasságból válnak, akkor még akár a szentély, Jeruzsálemi szentélynek az oltára is sír. Szinte ez nagyon-nagyon szomorú dolog, amikor végre válásról van szó. Szóval mindent meg kell tenni, hogy ne kerüljön ehhez. Most, ez a ember és ember közötti kapcsolatok esetében. Most, mi van a spirituális szinten? Spirituális szinten a zsidó nép és az Isten az az énekek éneke alapján az úgy van elképzel, mint egy férj és egy feleség, akik nagy szerelemben vannak és házasak. Mi történik, amikor a zsidók vétkeznek? Ez a nagy kérdés. Elvileg, ha a zsidók számüzetésben vannak, az akkor ez olyan, mint a válás. Erre azt mondja a Midrás, amikor Jesája proféta jött, és szólt a zsidó népnek, hogy az örökkévaló azt követeli, hogy legyetek jobbak, és azt mondta a zsidó nép, elnézés. Mi ez a követelés? Ha elváltunk, akkor ne követeljen tőlünk semmit. Erre azt mondja Jesája proféta az 50. fejezetben, de hol van a vállóleved? Lehet, hogy nincs béke ebben a házasságban, de válás nincs. Az örökkévaló soha nem vált el a zsidó néptől, hiába egy kicsit feszült a helyzet. Valójában egy érdekes gondolatot olvastam, ha nézünk halachikusan, az Isten nem is tudna elválni a zsidó néptől, mert ahhoz, hogy válás legyen, át kell adni a férjnek, a feleségnek a vállólevelet. Az örökkévaló nem tud átadni semmit, mert akárhol van, az még mindig az ő birtokában van, akkor nem is lenne érvényes a válás. Szóval valamikor a zsidó nép vétkezik, akkor nem boldog a házasság, de még mindig házasak vagyunk, és előbb-utóbb ki fogunk békülni. Köszönöm szépen!